Figyelem, a kis film fiktív történeten alapul, és csak a szórakoztatás kedvéért készült. Bármely hasonlóság a valósággal, csak a véletlen műve. Jó szórakozást! Sziasztok, én Lara Croft vagyok, akarom mondani Draco, és én vagyok a Free Fire legkeresettebb kincsvadásza. A Free Fire-ben léteznek bizonyos legendás tárgyak, amelyek létezésében nem sokan hisznek, de akik tudnak róla, az egész életüket arra teszik fel, hogy ezeket a legendás tárgyakat megkeressék. És hogy mik ezek a legendás tárgyak? Például a Diamond Daka, vagy az Enchanted Golden Apple, vagy a még legendásabb, és aminek a létezése talán nem is igaz, az az Enchanted Diamond Daka. És az az igazság, hogy egy ismeretlen játékos ezeket a tárgyakat mind megtalálta, legalábbis az Enchanted Diamond Daka kivételével. Azt nem tudni viszont, hogy ki ez a játékos, de ami biztos, hogy ezeknek a legendás tárgyaknak a létezése valósággá vált. És én vagyok az, aki megpróbálja felkeresni ezeket a tárgyakat, és mindet ledokumentálni. Akkor kezdjük is az egészet a legelejéről. Réges-régen a játék kezdetekor volt egy játékos, aki képeket töltött fel arról, hogy fura a játékban nem illő tárgyakat talált. Ezeket a képeket a Garena meg nem magyarázott okok miatt letörölte. A mostani képek már csak rekreációk. Nos, akkor szerintem a kutatást ott kéne kezdeni, hogy akkor ráírunk a Garenára, hogy akkor most mi is a helyzet ezekkel a tárgyakkal, vagy ezek most tényleg léteznek-e, vagy csak fiktív dolgok? Hát, a Garenától elég érdekes választ kaptam. És azt akarják éreztetni, hogy inkább ne kutakodjak a válasz után, mert lehet, hogy nem jól fog elsülni ez az egész, és úgy néz ki, hogy a Garena az nem partner abban, hogy úgymond a játékosok választ kapjanak erre a kérdésre. Úgy néz ki, hogy a Garena titkolózik, és talán ők se tudják, hogy mi is ez az egész a játékukban. Azonban a játék metaadataiban találtam egy elég érdekes nevet, Mr. Senki. Elkezdtem kutakodni ezután a Mr. Senki után, és kiderült, hogy ő egy Garena Free Fire fejlesztő volt, akit kidúgtak a cégből, ismeretlen okok miatt. Vagyis volt egy jelentés azzal kapcsolatban, hogy ez a fejlesztő nem éppen az úgy csinálta a dolgokat, nem éppen azokat a dolgokat rakta be a játékba, amik meg voltak beszélve. Úgyhogy felkerestem ezt a Mr. Senkit, és válaszolt. És a válasz a következő, idézem. A tárgyak igaziak, a tárgyak tényleg benne vannak a játékban. Én raktam bele őket, viszont a Garena nem akarja azt, hogy tudjanak róla. Ezután megkérdeztem, hogy merre keressem ezeket a tárgyakat. Viszont a válasz már nem volt olyan sokat mondó, mint amire számítottam. Ezeket a tárgyakat nem keresni kell, a tárgyak találnak meg téged. Csak jókor kell, jó helyen lenned. Mind a két alkalommal ezek a játékosok csak úgy játszottak. De akkor miért nem talál mindenki ilyen tárgyakat? Mindenki csak úgy játszani szokott, és nem keresi ezeket a tárgyakat. Talán ezek a játékosok mégis kerestek valamit? Mégis meg akartak találni valamit, még hogyha nem is tudták, hogy mit keresnek. Rendben, a kutatásunkat kezdjük akkor a legelrejtettebb helyeken, például ezen az elhagyatott szigeten, ami külön áll az egész pályától, és ki tudja, lehet, hogy ide van elrejtve. Ami biztos, hogy itt van egy szobor jelkép. Mi van, hogyha ez nem véletlen van ilyen jól elrejtve a pálya ezen titkos részén? Mi van, hogyha ez jel? A fegyverek kettő irányba mutatnak. Vajon arra kéne mennünk? Vagy arra, vagy középre kéne mennünk? És akkor lehet, hogyha eleget mennénk, akkor megtalálnánk a keresett kincset? Vagy lehet, hogy egy teljesen újba bukkannánk? Nem tudom. Elsőnek nézzük meg szerintem ezt a tornyot, ami kimagaslik itt ezen a szigeten. És nézzük meg, hogy itt miket találunk. Egyelőre semmit. Sajnos. Rendben, nézzük meg, hogy mi van fent. Hát, hogyha fent van a dolog, amit keresünk. Hoppa, egy bedeszkázott ajtó. Elég érdekes. Miért akarná valaki bedeszkázni az ajtókat egy ilyen elrejtett helyen? Lehet, hogy belül valamiket rejtegetnek? De mégis kik és miért?
Ez egy jó kérdés. Minden esetre úgy néz ki, hogy ezen a szigeten nem sok dolog van, csak egy fura jelkép és egy fura torony. Nem tudjuk, hogy mit kéne keresnünk, hogy milyen jeleket kéne keresnünk, vagy egyszerűen, hogy hol kéne keresni ezeket a tárgyakat, de legalább már azt tudjuk, hogy léteznek. És szerintem az sem lehet véletlen, hogy ilyen óriási falakkal próbálják meg védeni ezt a helyet. Persze lehet mondani, hogy azért építették ezt ide, hogy megfogják az óceánt, az óceán vizét, és akkor építettek egy gátat ide. Viszont Bermudán a régi időkben nem volt itt ez, és a víz csak úgy áramlott be ide. És mindenki tudja, hogy a vízszint az eléggé alacsony volt. Úgyhogy nem hiszem, hogy azért építették ezt ide, hogy megfogják a vizet, hanem szerintem ennek egy sokkal titokzatosabb oka van. Rendben, a kutatásunkat akkor szerintem folytassuk egy eldugottabb helyen, hát hogyha sikerrel járunk. Nézzük meg, hogy például itt ezen a helyen mik vannak, vagy mi van. Hát semmi. Semmi, viszont ez is elég érdekes, hogy itt egy ilyen hegyen egy ilyen kis bódé van. Vajon miért építették ezt ide? Itt ezen a hídon eléggé rejtélyes konténereket véltem felfedezni. Ezeket is érdemes lenne körbevizsgálni, hogy mik vannak itt. Hát látszólag be vannak zárva. Ez is érdekes. Kár, hogy nem hoztam feszítővasat. Megnézhettük volna, hogy mik vannak bennük. Mert szerintem ez is elég gyanús, hogy bezárt konténerek vannak a pályán. Rendben, itt is vagyunk egy következő ilyen titkos helyen. Úgy néz ki ez az egész, mintha egy rádió torony lenne. És van itt egy kis bódi, amiben szintén semmi sincs. De szépen lassan körbejárjuk az eldugottabb helyeket, és egyszer hát belebukkanunk valami nyomba. Rendben, megérkeztünk a következő helyszínre. Úgy néz ki, hogy ez egy kis erődítmény, ahol van pár ház, illetve szintén egy nagy torony. És ezt a tornyot hol láthattuk? Hát azon a szigeten. Ez vajon véletlen lenne? Ugyanúgy bedeszkázott ajtók. Ismét egy rádiótorony, mint hogyha a pálya ezen része meg lenne erősítve ilyen távpontokkal. És itt egy gyalogút, ezt megnézzük, hogy ez vajon mit keres itt, illetve hogy mi van itt. Mert úgy néz ki, hogy ide be lehet jönni, vagy mégsem. Igen, nem lehet bejönni, mivel egy ilyen védőfal varázslatot húztak fel ide. Igen, szerintem az ember, aki ezt csinálta, lehet, hogy túl sok Harry Pottert nézett. Na de nem baj. A lényeg az, hogy itt be vannak ide tömörítve mindenféle konténerek, amik szintén be vannak zárva. Vajon miért akarnának ide felpakolni egy csomó konténert, amit körbevesznek egy ilyen betonfallal, hogy el legyen rejtve. De vajon miért nem fejezték be ezt az egész betonrészt? Ez úgy néz ki, mintha egy gyalogút lenne. És mivel itt is egy kocsi, meg egy híd, itt ennek a gyalogútnak folytatódnia kéne. És mi van, hogyha itt a föld alatt van valami elrejtve? Én úgy gondolom, hogy a kutató munkát ezen a szigeten kell folytatni, onnan, ahonnan elindult az egész. Úgyhogy visszajöttem ehhez a jelképhez, ehhez a szoborhoz, és szerintem az egyik irány lehet az, ami az utat mutatja. Vajon arra? Vajon erre? Mi van, hogyha egy bölcs megérzés szerint kéne cselekednünk, és az arany középutat kéne választanunk? Ahelyett, hogy megpróbálnánk egy kijelölt út felé haladni, megpróbálnánk a középutat választani. Úgyhogy én ezt fogom tenni. Elkezdek úszni ki a végtelen óceán felé, és megpróbálom megtalálni a legkeresettebb kincset az egész Free Fire történetében. Ahogy egyre kiértem,
a nyílt óceánra elkapott egy óriási vihar. Úristen! Ó, micsoda hullámok, micsoda hullámok, nem baj! Menjünk még egy picit, még egy picit! Ugyanúgy itt a áthatolhatatlan fal! Merre van a kincs? Merre kéne tekintenem ahhoz, hogy megleljem, amit keresek? Ez a megpróbáltatás, de vajon hol van, amit keresek? Merre van? Merre? Lehet, hogy kitartónak kell lennem, és itt kell maradnom még egy ideig. Még itt kell lennem. Igen, szerintem ezt kell tennem. Nem szabad visszafordulnom. Ki kell tartanom, és itt kell maradnom. Még ha az életembe is kerül. Erre tettem fel mindent. Hogyha üres kézzel térek vissza, akkor én nem vagyok igazi kincsvadász. És ez nem történhet meg. Már nincsen sok életem. Szerintem el fogok ájulni. Micsoda szédülés. Szédülök. Úristen, mi ez az egész? Mi ez az egész, mint ha átkerülnék egy másik dimenzióba? Úristen! Úristen, mi történt? Kikerültem a szárazföldre. Itt vagyok, élek. De mi volt ez az egész? Hol a kincs? Mi volt ez az egész? Csak annyi, hogy újraélettem? Úristen, azt látjátok, hogy az mi ott a földön? Az nem más, mint a Free Fire történetének legnagyobb kincse, az Enchanted Diamond AK. Úristen, el sem hiszem, hogy ez megtörtént. Megtaláltam a legnagyobb kincset, te jó ég. De nem tudom felvenni. Azt hiszem, hogy ezt csak az istenek vehetik fel. De a legenda igaz, a Diamond AK létezik, és az Enchanted Diamond AK. Sajnos mégis üres kézzel kell visszatérnem. Ezért, ha elmesélem ezt a többi játékosnak, úgysem fognak nekem hinni. De ti, akik látnátok ezt a történetet, ezt a dokumentációt, tudni fogjátok, hogy ez a valóság.